egy 100 négyzetméteres új épületrész kiépítésével, a meglévő épület teljes felújításával és egy napelemes rendszer telepítésével alakították ki a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ irodáját a Május 1 téren. A korábban a Tas utca alatt székelő területi iroda munkatársai vehetik birtokba az épületet. A beruházás során ügyfélfogadó helyiségeket, tárgyalót, számítógéptermet, iktatót, irattárat, három irodát, valamint szociális helyiségeket, melegítő konyhát és közlekedőt is kialakítottak, de megújult az épület környezete is. Az új, mintegy 60 fő befogadására alkalmas konferenciatermek pedig lehetővé teszik a színvonalas szakmai programok lebonyolítását. A most átadott Május 1 téri iroda mellett a Körte utcai épület is megújult, ebben már korábban elkezdődhetett a munka. A két beruházás a Nyíregyházi Önkormányzat támogatásával közel 225 millió forintból valósult meg. A felújításokkal nem csak az irodák mérete bővült, hanem az ellátandó feladatok száma is. 2016-tól folyamatosan új szolgáltatások kerülnek bevezetésre. Egyrészt jogszabályi kötelezettség által, másrészt pedig pályázati programok révén. Úgyhogy így a Család és Gyermekjóléti Szolgálat egyre szélesebb palettán tudja nyújtani nem csak a szociálisan rászorulóknak a segítséget. Ami új szolgáltatást szeretnék kiemelni, a fogyatékosságügyi tanácsadók, akik május 1-ével kezdték meg a tevékenységet a központban, illetve kötelező feladata lesz a központban az iskolai óvodai szociális munka szeptembertől. Ezt már egy pályázati program keretében most is gyakoroljuk és tapasztaljuk. Ezekkel az új szolgáltatásokkal pedig egy jelentős űrt tölthetnek be a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központnál. Minden olyan szolgáltatás és tevékenység, ami hozzánk érkezik, azt hivatott szolgálni, hogy a hozzánk forduló lakosság számára minél szélesebb körben tudjunk információt és tanácsot nyújtani. Ugye a fogyatékosságügyi tanácsadók, én azt gondolom, hogy egy olyan terület, ami egy szakmai hiányt is tud pótolni, és nem véletlenül vannak a Család és Gyermekjóléti Központokhoz rendelve országos szinten, hiszen egy olyan információs adatbázissal kell, hogy rendelkezzenek, ami minden fogyatékossággal élő igényét terveink szerint ki tudnak elégíteni. A Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ 2016-ban 65 fővel kezdte meg a működését, ma pedig már több mint 80-an dolgoznak az intézménnyel. Éves szinten a nyíregyházi járás területén mintegy 6000 család kerül a központ látókörébe, akik egy része szociális ügyintézés miatt keresi fel az irodákat, míg más családoknál hosszabb távon építik fel a gondozási tervet a központ munkatársai.